Járnátok valakivel kegyelemből? Mitől lesz egy pasi papucs? Ú, a csávom jobban néz ki, mint én, vagy ez? Sixpack vagy aputest? Tehát, hogy én annyira ideges vagyok. Szerinted gázhasír egy fiú? Tudtátok, hogy a fiúknak nehezen, mikor menstruáltok? Sziasztok, ez itt a You Space Podcast, és ma olyan kérdésekre fogunk válaszolni, amiket a fiúk nem mernek feltenni nekünk. Az első ilyen kérdés, hogy mit néztek meg a fiúkban? Én a magasságát, mert alapvetően nagyon magas valaki vagyok, és ezen gondolkozom, hogy fú, most én magasabb vagyok, vagy pont egy centivel magasabb, nem, vagy mi van? Nem, de szerintem az összes magaslány így van, hogy amikor vagyunk egy helyen, és mindenki ül, akkor rögtön várod, hogy föláll, és na, rögtön összeméred, hogy vajon. De amúgy nekem a nagymamám a lelkemre kötöttek kiskorom óta, ez volt az első lecka, amit tanultam tőle, hogy a körmét kell megnézni egy fiúnak. A körmét, nekem is azt mondták, hogy körmét és a szemét. Ez sem jutna, mert így nem tudom. Nem, de ez nagyon lelkemre kötötte a nagymamám, úgyhogy én mindig a körmét nézem meg. Járnátok valakivel kegyelemből? Nem. Nem. Nincs annyi kegyelem. Nem. Tudom. Szerintem azzal sem a másik félnek, sem magamnak nem teszek jót, hogyha kegyelemből járok valakivel. Igen, és nem gondolom, hogy jót teszek. Igen, tehát nem tennék jót, mert csak pazarlom az idejét. Baj, ha túlságosan sebezhető egy fiú? Szerintem nem, attól függ, hogy jó, szerintem inkább az, hogy hogyan reagálja le. Mert szerintem simán lehet, hogy vannak kiskori sebei, vagy nem kiskori, de hogy sebei, és akkor megbántódik, de amikor utána elkezd hisztizni, de az még lányoknak is idegesítő, nem hogy fiúknak. Tehát, hogy... Nem tudom, mit nevezünk sebezhetőségnek, valaki sír. Szerintem amikor, az nagyon férfias. Vagy férfias. Inkább az, amikor megsértődnek, mondjuk, hogy nagyon könnyen meg lehet őket bántani. Tehát, hogy van olyan, amikor tudjátok, csak poénkodva bántasz az valakit, de azért, mert jóba vagytok, de a másik ezt magára veszi, és komolyan veszi. Tehát ez lehet. Csak utána ne kezdjen elhisztizni, mert az is van. Meg szerintem ezért ez tök nehéz, hogyha mondjuk meg akarnád beszélni a konfliktust valakivel, igen, akkor tudod, hogy minden egyes szavaddal lehet, hogy megbántod, pedig te csak jót akarsz, és egyről a kettőre jutni. Szerinted a gázhasír egy fiú? Nem. Nem. Jó. Én büszke szoktam lenni rájuk, hogy igen, ő felmeri vállalni a saját érzéseit. Hím soviniszta poénokat szeretitek? Attól függ kitől, és mikor, és milyen szituációban. Nem, szerintem vannak viccesek, tehát én tudok azokon nevetni, de... Én nem tudok ezeken nevetni általában. Ez lehet, hogy az én problémám, vagy nem tudom, de én sokszor nem is veszem poénnak. Szerintem amikor egyszer, mert pont ugyan ki a szituáció, pont belöknek egy ilyen poént, akkor az tud vicces lenni, de amikor van egy olyan személy, aki többször és minden alkalommal, amikor találkozol vele, legalább egyet elsüt, akkor már kialakul róla egy vélemény azért. Tehát akkor már nem nevetek. Igen, meg hogy tudod, hogy mi a magas labda amúgy. Igen, tehát a sokadikon már nem tudok nevetni. Létezik olyan, hogy lány örök barátság, vagy mindenkit kibeszéltek a háta mögött? Szerintem máshol van a... Szóval, hogy amit a srácok kibeszélésnek gondolnak, az nálunk nem mindig jut el odáig, hogy ez tényleg kibeszélés. Szerintem kibeszélés, vagy megbeszélés a barátnőmmel, azt szerintem tök más. Én egy időben szerintem a gimiben például, meg egy álcsuliban azért ez úgy jelen volt. De kicsit szerintem ilyen korosztályos probléma is ez, de az fontos, hogy megbeszéljük. De én amúgy azt veszem észre, hogy az is tud segíteni barátkozni, hogyha egy harmadik személyről beszéltek éppen. Vagy én legalábbis egy csomószor ezt veszem észre, hogy úgy jönnek oda hozzám, hogy te van ez az XY, és akkor mondanak róla valamit, mert hogy az is egy téma igazából, és szerintem inkább ez a baj része, hogy amikor erre használják föl ezt. És létezik olyan, hogy lány örök a barátság? Hogy fú. Két ember megmarad örökre. Igen, szerintem azért ouch. Tehát, hogy... Igen. Nekem van is, és remélem, hogy lesz is. És reméljük, örökre fog tartani. Van olyan, hogy lehet, hogy mondjuk megszakad a kapcsolat, mert nagyon más élethelyzetben vagytok, de hogy velem volt olyan, hogy ez van, és akkor utána pedig találkoztunk valahol, és akkor ott folytattuk, abba hagytuk, gyorsan felfűztük az összes szárat, és ment tovább a lelkizés. Következő kérdés, mikor volt utoljára, hogy nem volt igazatok? Szerintem soha. Mindig igazam van. Persze. Ez egy alapvető kérdés, és egyfajta válaszon csak. Igen. Nem, egyébként én be tudom ismerni, ha nincs igazam, vagy hogyha van ilyen, de hogy így nehezen, de be tudom. Milyen eljegyzést képzeltek el?
olyat képzelek el, ami nem sablonos, ami olyan egyedi, olyan különleges, amilyen még nem volt. Tehát én nem akarok ilyen a pezsgő pohár alján egy gyűrű, és akkor jaj, nehogy lenyeljem. De kreatív, nem? Hogy én is ezen gondolkozok, nem akarok, hogy legyen kreatív. Igen, nem akarom, hogy a Valentin napon, a nem tudom, vagy a szülinapomon, étteremben, vagy karácsonykor. Igen. Tehát csak a jövőbeli. Legyen vagy meglepetés. Én azt szeretném, hogy meglepetés legyen. Jelenlegi vagy jövőbeli barátotok most így nézi. Igen. És hogy remélem, hogy én eljegyezni a Grétit meg a jegyzetel, remélem. Igen, jegyzetel. Nem, de nekem tényleg az a fontos, hogy legyen kreatív. Tehát ne csak olyan, hogy egy vacsora mellett gyertják, és akkor megkéri, hanem egy kicsit kreatívabban. De amúgy meg igazából örülök, hogy megkérik a kezem. Tehát, hogy nem hiszem, hogyha úgy történne meg, hogy egy vacsora mellett, akkor most azért mondanék nemet, ja, mert úgy történt. Ja. Tudtátok, hogy a fiúknak nehezen, mikor menstruáltok? Fú, ez nem igaz. Szerintem sem. Ez nem igaz. A lányoknak nehéz, de nagyon nehéz. De figyeljetek. És a fiúk ezt nem tudják, hogy mennyire nehéz. De nem, képzeljétek el, most én kimondom, most szókimondó leszek. Vér jön ki belőlünk. Vér! 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 Tehát, hogy én annyira ideges vagyok, amikor valaki mondja, hogy jaj, biztos megvan. Meg, tehát amikor ilyet mond egy fiú, akkor szerintem az a leg... Jaj, hogy mondtuk, tehát hogy az egy annyira antivonzó, hogy mi az a szó, nem tudom, nem vonzó, tehát hogy vonzó. Az így mindent kiöl belőlem, mindent érzés, tehát ami volt, hogy igen, egy ilyen megjegyzést tesz. És nekem annyira jól esik, amikor a párom tényleg, tehát hogy tudja, hogy nehéz nekem, tudja, és különösen figyel, és különösen segít, igen, és különösen türelmes, és azt érzem, hogy igen, köszönöm szépen, erre van szükségem. Meg amikor mondjuk szembe jön így a menstruációs téma, akkor ez tök pozitív, mikor mondjuk a srácok így ott maradnak, és így nem kerülik, és nem akarnak elrohanni, hogy fú, most sajos téma, igen, menjünk. Igen, mert ez egy tök természetes dolog, és azt nem veszik ez, hogy azzal, hogy neki kínos, azzal igazából nekünk is kínossá válik, mert úgy érezzük, hogy jaj, akkor ez ciki, ezt el kell rejtenünk, miközben ez a legtermészetesebb dolog, és ennek örülni kéne, hogy egészségesek vagyunk, de közben meg azért ez nem egy kellemes dolog, és szerintem ezt tökre meg kéne érteni. Igen. Tehát, hogy, az szerintem azt mutatja, hogy mennyire érett egy fiú, hogy ezt mennyire tudja megérteni. Na, és akkor... Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy szerintetek kell beszélni a fiúkkal a menstruációról? Igen. Igen. Ne legyen tabu. Igen. Igen. Igen, ne legyen tabu. Az igaz, hogy az esküvő az csak a menyasszonyról szól, és a vőlegény is csak egy kellék. A vőlegény egy kellék? Hát szerintem nem, hát mert ez egy... Tehát, hogyha a vőlegény ezt érzi, az nagyon rossz. Ott valami nagyon nem jó. Nem, ez... tehát, hogy szerintem ezt azért alakult ki, mert a lányok már kiskoruk óta egyfajtában erről beszélnek, már én tényleg ilyen 5-6 éves korom óta tudom, hogy ja, persze, de hogy milyen esküvői rám lesz, de hogy ez azért nagy átlagban így van, hogy a kislányok már tényleg lerajzolják magukat esküvői ruhában, és a fiúk meg nem, tehát hogy ők nem, legalábbis én úgy tudom, hogy nem szoktak erről beszélgetni, de javítsatok ki, De igazából az, hogy nem beszélnek róla, attól még nekik is gondolom, remélem, hogy fontos. Tehát értitek, tehát hogy remélem, hogy ugyanolyan fontos, mint nekem, és amúgy, ja, és én nem vagyok hajlandó, én nagyon sokszor azt látom, hogy csak a nő szervezi meg az esküvőt. Vannak azok az amazonosok, akik nem is hagyják, hogy a férfi beleszóljon. Igen, én attól is. Azok az amazonok, Gréti. Igen, amazon. Igen. Nem, de amikor... Nem, de én nagyon úgy gondolok rá, hogy ez nem a nő napja, hanem az ő kettőjük van, szerelméről szól, nem pedig a nőről, és amúgy egy tévésókban is, és a filmekben is egyfajtában azt ízélik, hogy mennyasszony, az van, amit a mennyasszony akar, vőlegény nem szólhat vele semmibe, szerintem ez a legnagyobb hülyeség. Én hogyha ott ül és azt mondja, hogy azt csinálok, amit akarok, akkor vége, akkor nem lesz esküvő. Már tökre jó, hogyha van egy elképzelése a srácnak is, és, szerintem és is nem csak a lány álmodozik, hogy lesz majd, hanem a srác is így együtt képzeli. Igen. Na, szerintetek mitől lesz egy pasi papucs? Fú, de nehéz. De szerintem pont ez az, hogy amikor nem mer, hogy amikor nem kell, nem meri elmondani az ő véleményét. Nem meri elmondani, vagy nincs is véleménye. Befolyásolható. Bocsi, amikor nincs is véleménye, tehát hogy szerintem azért nincs véleménye, mert nem érdekli, az ilyen nem törődő, mert semmi nem érdekli. Szerintem... Szerintem nem. Szerintem az, amikor, ha bármit megmondanak neki, akkor ő úgy csinálja. Igen, tehát és emiatt hagyja magát, mert nem is amikor érdekli. Nem lehet rá felnézni, nem... Amikor nincs véleménye semmiről, nincsenek saját gondolatai, csak létezik, elfogad mindent úgy, ahogy van. De ez akkor
jöhet elő, hogyha már így nem egyensúly van, szóval, hogy nem egyenlő a barátnő, vagy hogy a lány és a fiú együtt, vagy hogy nincs meg a balansz. Ja. Szerintetek a papucság függ tőletek? Nem. Szerintem az nagyban függ attól, hogy milyen ember van mellette. Egy olyan nő, aki lenyomja, elnyomja, ja, de... nem hallgatja meg. Ja, én magamra meg. Vettem. Tehát, hogy... Bocsánat. Grétitől lehet, hogy függ, de... nem, tőlem nem. Tehát, hogy, ez, hogy, tehát, hogy tőlem nem. De szerintem áll itt most általánosságban. Hát ő... Hát szerintem így a kommunikáció múlik, szerintem, hogy mennyire hajlandók beleállni, nem? Nem, tehát hogy szerintem, tehát hogy lehet, hogy van egy nagyon olyan csaj, aki meg akarja mondani a tutit, de hogyha ezt egy fiú hagyja, és lehet, hogy egy másik lány mellett nem hagyná, az lehet, hogy a lányokat is minősíti, de hogy a fiút is, hogy hagyta, hogy kijöjjön ez az énje. Uh-huh. Tehát, hogy igazából az volt, csak mondjuk egy másik lány mellett nem volt az, de egy másik lány mellett igen, akkor igazából csak előjött ez az énje, hogy, és mindig is volt. Sixpack vagy aputest? Sixpack? Ja, jó. Oké, leesett. Ja. Nekem még nem. Kockák. De hogy ez ki? Nem, hát, legyen egészséges. Legyen és nem is az, hogy legyen, és mert az nem mindig, tehát hogy lehet, hogy van, ami külső szemre is mondjuk nem, látszik, hogy nem egészséges, de hogy tegyen érte, hogy tehát amikor már legalább elindult egy úton, hogy az legyen, vagy van motivációja, hogy ő szeretne adni magára, hogy ő szeretne vonzóbb lenni, jobban kinézni, vagy csak jobban érezni magát a saját bőrében, hogy legyen önbizalma, akkor szerintem tök mindegy nekem. Miért is amúgy ti, hogyha van mellettetek egy nagyon kigyúrt csávó, és ti meg mondjuk nem mozogtok annyit, vagy nem tudom, nem olyan ideálként néztek ki, akkor bennetek ez rossz hatás, vagy rosszul éreznétek magatokra, hogy a csávom jobban néz ki, mint én, vagy ez... Bennem igen, tehát én nagyon elképzelem, hogy én nagyon nevetnék, hogyha egy ilyen nagyon sportoló hegymászóval lyukadnék ki, mert nem tudom, mert én nagyon-nagyon ellentétje vagyok, tehát én nem azt mondom, hogy én egy sportoló típus vagyok, de hogy igyekszek egészséges maradni, és igazából nekem csak ez a fontos, hogy ez meglegyen. A lényeg az, hogy mi van belül, nem? Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videónkat, kövessetek minket, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Yeah.